Az X-esek esetén már erőteljesen jelen van a média, erőteljesen jelen van az audiovizuális tartalom, ami hatással van az idegrendszerünkre, hatással van a figyelmünkre és a koncentrációs képességünkre. Ebből a szempontból az X-generáció és az utána következő Y-generáció, akinek szintén az alapvető médiája a televízió, egy összekötő kapocs, egy generációs híd a többi generáció esetében. A veterán és a baby boomer úgy született, hogy gyerekkorában nem volt semmilyen audiovizuális tartalom, majd később látni fogjuk, hogy a Z és az alfa generáció médiája, a digitália, az internet, tehát egy nagyon-nagyon tömény, hiperérzékeny, hiperszenzitív, hipergyors audiovizuális tartalom, és ebből a szempontból a televízió egy lassú, struktúrált, analóg audiovizuális tartalom volt. A teljes beszélgetést a Friderikusz Podcast YouTube csatornáján láthatják.